látják, hogy a Zuckerberg születsz, hogy a cukor marad utoljára. Hát, ezt most elmondottuk. De hívik volna biztos, hogy én utánam kellett volna jönnie. Nagyon tetszett a... Szóval mi hoztunk, vagyis én hoztam egy tanmesét és két történetet, amiből, hogyha figyeltek, akkor azt a módszert, amit mi használunk, azt le tudjátok venni ebből. Én ezt a módszert nem minősítem, hogy ez jó vagy rossz, de gyémánt szintig elég. A tanmese a festőről szól és a barátjáról. A festőt meglátogatja a barátja, és a festő izgatottan meséli, hogy az új képét 100 ezer forintért már el is adta. És átmennek a műterembe és megnézik, a kép úgy néz ki, hogy a vászonnak az egyik fele sárga, a másik lila. És mondja a barátja, hogy ez? Hát ilyet én is tudok csinálni. Mondja neki a festő, hogy igen, de nem csinálok. Ha azt tesszük, akkor az MLM-nek az eszenciája, hogy ezt bárki meg tudja csinálni, csak csinálja. A két történet az a mi két utolsó belépőnknek a története. Elég érdekes, hogy így állt össze. Csillának van egy régi ismerőse, egy püspökladányi tanárember. Ha forgatjátok a Füles magazint, akkor esetleg a rajzaival találkozhatok, mert sokat rajzoltam. És az a szenvedélye, hogy üzleti könyveket szeret olvasni. És egy ilyen fórumon ráta Ács Peti Józsinak a Kérhez vigyázzanak az ajtók zárójának című könyvére, nem tudom, ismerjétek, egy szenzációs jó a könyv, és nagyon jó grafikai jövőzése. És ezt a könyvet elolvasta, és eszébe jutott, hogy Csilla ugyanezzel foglalkozik. És rájött a Facebookon, aznap beszéltek, és este már be is regisztrál. Van a YouTube-on fenn egy videó 2011-ből, amit a szponzorunkkal készített, a szponzorunkkal készített riport, ahol elhangzik egy olyan mondat a Judit szájából, akkor ő még SA volt, hogy megmutatom magamat, hogy mivel foglalkozom, és akit érdekel, az majd csatlakozik. Hogyha nem tudta volna a Lajos, hogy a Csilla mivel foglalkozik, akkor nem őt kereste volna meg. Van az az MLM-es mondás, amit egy kicsit a DX-re átfogalmazva azt lehet mondani, ha nem tudják rólad, hogy te a Ganodermás kávéval foglalkozol, akkor te nem foglalkozol a Ganodermás kávéval. A másik és utolsó történet, hogy ne húzzuk sokáig, hol volt, hol nem volt, élt egyszer Várpalotán, és még most is él, tartsa meg az Isten jó egészségben minél tovább, egy hölgy, akit kedden, ehét kedden, elhívott egy baráti házaspár kávézni. Ez a baráti házaspár történetesen a konkurens Donadelmás kávés cégnek a hálózat építője. A cégnek az a neve, hogy Szerves Arany. Nagyon jól sikerült a, bemutató, nagyon kellemesen kávéztak. Egy dolog nem derült ki, hogy mennyi ennek a kávénak az ára. Ezért ez a hölgy szerda reggel beírt a Google keresőbe, hogy Szerves Arany ára. És a sors különös kegyelméből, meg néhány év szorgos munkájával az én egyik blog bejegyzésem jön fel elsőre. Az, még, az a bizonyos. Meg még tizenvalahány Szerves Aranyjal kezdődő keresőszóra. És ennek a honlapnak az a neve, hogy Internet Work, az empatikus hálózatépítés. Decemberben a szemináriumon Kócsó Laci előadásának ez volt a címe. És én nekem ez annyira megtetszett, hogy én fogtam és elloptam. Úgy teszik, lemásoltam, mert az MLM-ben minden másolódik. És azóta a mi oldalunknak ez a szlogánja. Mit ad Isten? A hölgy erőszakmentes kommunikációt trénál. És beleszeretett ebbe, hogy empatikus hálózat ég. Megtalálta az oldalnak a Facebook oldalát, ezt az üzleti oldalát is, nem volt nagyon nehéz. És rám jött szerdán, elkezdtünk beszélgetni. Szerda este már eljött a általunk Sistergőnek nevezett Skype-e beszélgetésre, amit a legaktívabb csapatársainkkal szoktunk végezni. Ott ő három oldalt jegyzetelt, de nem tudom képzelni, hogy mit. Utána még hajnali fél eddig beszélgettünk hármasban Skype-on, és csütörtökön DSP csomaggal beregisztrált. Most ebből két tanulság van, hogyha online akarsz boldogulni, akkor meg kell tanulni. Attól, hogy van egy barna DXN-es honlapod, még nem foglalkozom online hálózatépítéssel. A másik,
el kell menni szemináriumra, mert lehet, hogy csak két szót viszel haza, de az hozhat neked egy belépőt. És most átadom a szót tanult páromnak, a szerelmemnek, Csillának, aki nem csak kiváló grafikus, de tréner is, és ma különösen jól néz ki, és én imádom.